Történelmi apróságok. Ferenc József és Sziszi gyermekei. Ferenc József osztrák és magyar királynak, valamint feleségének Erzsébetnek összesen 4 gyermeke született. Zsófia főhercegnő. A legelső kislányuk 1855. március 5-én született Bécsben, és nevét apai nagyanyja, Zsófia Friderika főhercegné neve után kapta, aki egyébként a keresztanyja is volt. A kislányt szinte azonnal elválasztották édesanyjától, aki még alig múlt 17 éves, és anyósa szinte őt is gyereknek tekintette. A gyenge, törékeny testalkatú kislány 1856. augusztusában betegeskedni kezdett, de lassan felépült. 1857 tavaszán a császári pár Magyarországra utazott, és gyermekeiket is magukkal hozták. Zsófia és az egy évvel fiatalabb húga, Gizella, lázas hasmenésben megbetegedett, de Gizella gyorsan kihevelte a betegséget, míg Zsófia állapota romlott. A császári pár Budán hagyta a beteg gyermekeket, és éppen Debrecenben voltak, amikor 1857. május 27-én táviratban értesültek a betegség további súlyosbodásáról. Visszasiettek Budára, és még életben találták Zsófiát, aki azonban május 29-én este fél 10-kor elhunyt. Valószínűleg tifuszban. Sziszi felelősnek érezte magát a kislány haláláért, és mély depresszióba esett. Gizella és a később megszületett Rudolf nevelését így anyósa irányította. Gizella főhercegnő. Gizella 1 éves volt, amikor nővére elhunyt, így ő lett a legnagyobb gyermek a családban. Őt és Rudolfot a végtelenül konzervatív Zsófia főhercegnő irányításával nevelték. Anyja hosszabb ideig depressziós volt, ezért nem alakult ki szoros kapcsolat a kislány és Sziszi között, viszont annál szorosabb volt öccsével a kapcsolata, amely még Gizella házasságkötése után is megmaradt. Gizella soha nem tudta feldolgozni Rudolf korai halálát. 16 éves korában feleségül ment Lipót Miksa József bajor királyi herceghez, akivel egyébként unokatestvérek voltak. Összesen 4 gyermekük született, és Sziszi már 36 évesen nagymama lett. A férje és családja nagyon szerette Gizellát, és apja is gyakran meglátogatta, azonban Sziszi csak egyetlen alkalommal, az első unoka születésekor. Gizella Jóris jótékonykodással és egyházi jószolgálattal foglalkozott. Az első világháború után menekülniük kellett, majd visszatérhettek Münchenbe. A férje 1930-ban, 57 évi házasság után hunyt el, Gizella 2 évvel élte túl. Rudolf főherceg, a trónörökös. A trónörökös 1858. augusztus 21-én született, amelyet 21 ágyülövéssel adtak a bécsiek tudtára. Nevelését Zsófia főhercegné vezette, aki szinte teljesen elszigetelte az édesanyjától. 6 éves korától saját udvartartása volt. A nevelése igen kemény volt, éjszakánként gyakran pisztolylövésekkel ébresztették, és hosszú menetelésekre, vagy az esőben való áldogálásra kényszerült. A királyné fellépése ultimátuma következtében új nevelő került Rudolf mellé, akinél hamarosan komoly fejlődést ért el. Hamarosan kiderült, hogy szabad gondolkodó és kiváló íráskészsége van. Gondosan figyeltek arra, hogy minden nemzetiség képviselve legyen a nevelésében, a magyarok közül Rónai Jácint püspök 1 évig volt a nevelője. A császár nem engedélyezte az egyetemi tanulmányokat, így a főherceg autodidakta módon tanult. Rudolf utazgatással töltötte az időt, és több szeretője is volt. 1881-ben megnősült, második Lipót belga király lányát,
Stefániát vette feleségül, amely esküvőn a walesi herceg és a későbbi második Vilmos is részt vett. Sissi nem kedvelte Stefániát, de Rudolf az első években rajongott érte. 1883-ban egy lányuk is született. 1886-ban Rudolf megbetegedett, betegsége vélhetően a gonorrea volt, amelynek következtében felesége meddő lett. Lassan elhidegültek egymástól, végül 1889. január 31-én a Meyerlingi vadászkastélyban holtan találták egyik szeretőjével, Mária von Vecsorával együtt. Mária Valéria főhercegnő. Sissi legkisebb gyermeke már a magyar királyá koronázás után született, és Mária Valéria 10 évvel volt fiatalabb Rudolftól. A királyné ragaszkodott ahhoz, hogy lánya magyar földön születhessen, és nagyon sok időt töltöttek Gödöllőn. Sissi magyarnak nevelte Mária Valériát, de annyira nyomasztó módon, hogy a lány később mindenkivel csak németül akart beszélni. 1890-ben feleségül ment Ferenc szalvátor osztrák főherceghez, akivel harmadfokú unokatestvérek voltak. A szerelmi házasságból összesen 10 gyermekük született. Idejük nagy részét Alsó-Ausztriában töltötték, ahol gyakran meglátogatta őket a császár. Mária Valéria nem szívesen mutatkozott hivatalos minőségben a nagy nyilvánosság előtt, inkább jó szolgálati tevékenységet folytatott. A világháború után aláírta a lemondási nyilatkozatot, így Ausztriában maradhatott, sőt, a vagyonát is megtarthatta. Végül 1924. szeptember 6-án hunyt el. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz föl!